Sziasztok! Igazából arról akarok beszélni nektek, már Szabó kolléga tett fel, ő rengeteg videót tesz fel. Tett fel erről ő is videót, és nem mutatom be, de hát már ugye beszéltünk róla, kormányrángatás. Arra gondolok egyébként, hogy amikor vezettek, otthon, szülővel, megmutatja a szülő, hogy mit tud, mint oktató. Te meg próbálsz jó tanuló módjára szót fogadni, hát ez nem szokott sikerülni. Vagy a szülő annyira hülye az egészhez, hogy megtanítja nektek az állóhelyben kormányzást. Azaz, nem mozdul a kocsi, de te, mint egy ilyen kényszermozgó, így folyamatosan mozgatod a kormányt. Akár, tehát hintászatod a kezed, hogy jobbra, balra, jobbra, balra. Még el sem indultunk, de rázod a kormányt. Minden kezdő tanuló, főleg csaó, főleg a fiúk, egyszerűen itt vezetik le a feszültséget, hogy beül, még be se indult a kocsi, már így rángatja a kormányt. Mondom, mit csinálsz, ember, mit csinálsz a kormánnyal? És ugye sokan azt mondják sokan, hogy nem számít, mert hiszen nem történik semmi gond az autóval, semmilyen műszaki problémát nem okoz ez, de okoz problémát, mert az, hogy ha jár a motor, és te megmozgatod jobbra-balra, nem érzed, de iszonyat igénybevételnek van kitéve ilyenkor a gumiabroncsot, a kormányművet, egyszerűen a kormányösszekötők, a gömbfejek, stb. Minden. Tehát terhelés alatt gördülő kerék nélkül elkezded a kormányt mozgatni jobbra-balra. Ezzel tönkre vágod. Jó? Itt az egyik tanulom nagyon aranyosan megmutattam neki, nem én voltam aranyosan, megmutattam neki, hogy milyen az, amikor milyen súlyhatás éri egyébként az autót egy-egy kerekét, ugye van egy tengelyterhelés, és ugye a kerékre lebontva, hogy annak a fele, amik az első kerék, első tengelyterhelés mondjuk legyen 1000 kg, vagy 800 kg, legyen 900, akkor ugye 450 kg terhelődik az egyetlen egy kerékre. Most az gépzed, hogy 450 kg, de meg elkezded állóhelybe ütközésig tekerni a kormányt, hogy mit kapolj akkor az egész rendszer. Jó, tehát ezeket az oktatókat sem értem, de a szülőknek most mondom, úgy kezdjen el oktatni, ha már elkezdi ezt a szakmát, hogy azzal kezdje, hogy laza kormány. Nem szorítjuk, nem karoljuk át, nem kell át szorítani, őnek nem sorol be balra, pedig balra megy. Most nézd meg, én direkt kellett volna menni, ahova én húzódtam, nem pedig jobb oldalra. Hello. Mosolygottam. Jány. Na, jó, tehát erre nagyon-nagyon figyeljetek. Úgyhogy álló helyben a szülőknek is mondom, tessék jobban odafigyelni, busz mögül kiléphettek, azért volt ez. Úgyhogy állóhelyben nincs kormányzás, jó? Tehát, hogyha kényszer mozgásotok van, menjetek el vezetés előtt futni egyet, vagy súlyzózni, vagy valami mást is tudok javasolni, de azt most nem mondom el a kamerában. Jó? Nincs állóhelyben forgatás, nincs hiszti, nincs hírikből vezetés, jó? Tehát puha kéz, és csak akkor mozdul a kormány, amikor megmozdult a kerék, jó? Ez nagyon fontos, rengeteget kínlódunk vele. Tényleg van, hogy 8 órán is már sóhajtozok. Tudom, Gabi, megint elkezdtem szedni. És én megmondom őszintén, amikor látom, hogy idegből alászedi jobbra a kormányt álló autónál, álló járműnél, akkor én ott tartok, hogy szívem szerint azt mondanám, hogy szelavi, tehát viszontlátásra, mert én itt erre már nem vagyok tovább kíváncsi. Úgyhogy ennyit. Tehát most le fogom tenni, mert a Pistivel akarok beszélni egy mondatot. Ugye csinálok egy Y-t, nézek azért a tükörbe, hol térbe. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, erről ennyit. A másik így zárójelben, hogy rengeteget vezettem most országúton, vagy vezettünk is, főleg arra Dány felé, ma is tanulóval mentünk Dány és Iseszek felé, és képzeljétek el, hogy folyamatosan levágják az ívet minden balkanyarnál, és persze Murphy, hogy mi akkor érkezünk meg, mindig az ölünkbe találunk egy autót. Tehát gondoljátok el, hogy a vonalon bejön egy méterrel, és a mi sávunkba kanyarodik. És rendesen a tanulóim sokban vannak, jó? Tehát ezt meg tényleg figyeljetek már oda, akik az úton vannak, hogy ma mondták is a tanulóim, hogy mi van ma itt, mindenki folyamatosan átvágja. Hát igen, valami hülyeséget csinálnak. Nagyon legyetek, sziasztok!